Pénteken az az álhír terjedt el az interneten, ami szerint a kormány le akarja zárni Budapestet a koronavírus terjedése miatt. A belügyminisztérium későbbi tájékoztatása szerint a főváros karanténba helyezésének kérdése nem volt napirenden az operatív törzs ülésein. Az operatív törzs továbbá önmérsékletre, felelős magatartásra intette és kérte a lakosságot. Az emberektől pedig azt kérték, hogy a hatóságok iránymutatásait kövessék és hiteles forrásból tájékozódjanak. A rendőrség kutatja az álhír elsődleges forrását. A témát Barna és vendége folytatja. Köszönöm szépen, lesz bőven miről beszélnünk Keleti Artúrral. Kibertitok jövőkutató, tisztelettel köszöntöm, és ide említem a másik titulusát is. A kibervédelmi összefogás elnöke önkéntesen működik ez a szervezet. Mindjárt megnézzük, hogy mi az a kibertitok? Indítsunk már ezzel, mert kibertitok jövőkutató ön. Igen. Ez arról szól, hogy ma az interneten nagyon sok olyan információt, adatot tárlunk és halmozunk fel, amelyek érzékenyek. Ezek tulajdonképpen onnantól válnak titokká, hogy ezt körbeveszi a mi környezetünk, hogy hogyan gondolkodunk róla, kinek akarjuk elmondani, kinek nem akarjuk elmondani, milyen norma környezetben van ez, ugye kivesznek minket körül, és én annak a jövőjét kutatom, hogy a jövőben mondjuk például a mesterséges intelligenciával, vagy más informatikai eszközökkel hogyan tudjuk megvédeni ezeket a dolgokat. Tulajdonképpen ez az adatvédelemnek egy ilyen személyes formája. Tulajdonképpen az ellenkezője annak, amiről most fogunk beszélni, tehát ez arról szól, hogy ami a miénk, az máshogy ne olvassa el, most meg arról beszélünk, hogy ami másnak van, azt mi hogyan olvassuk el. Teljesen jó, a számból vette ki a szót, valahogy így akartam átvezetni én is. Köszönöm, hálás vagyok érte. Nos, akkor csapjunk is bele. Honnan tudjuk kiszűrni, hogy mi az az álhír? Ilyen most veszélyhelyzetben pláne fogékonyabb az ember az ilyenekre. Most Budapest blokkádja. Kitette fel, de nyilván hazugság, nem igaz, fake news. Igen. A szolgáltatók, ugye a nagy technológiai szolgáltatók az elmúlt, talán ebben az évben jelentkezett ez intenzíven, január-február környékén, de már az előző évben is rengeteg energiát, nagyon sok millió dollárt beletoltak abba, hogy tény ellenőrző rendszereket működtessenek. Hogy működik ez? Igen. Mondok egy nagyon egyszerű példát, ami talán kevésbé a tényellenőrzés, inkább egyfajta módszer. Ha ma beírjuk a Google-be azt, hogy koronavírus, elég az beírni, hogy koró, és már ki is egészíti, mert tudja, hogy úgyis ezt fogjuk keresni, akkor az első oldalon, meg talán a másodikon is, abban a 47, nem tudom, milliárd találatból előre fogja sorolni a Google azokat az oldalakat, amelyek hitelesebb forrásnak számítanak. Tehát például honnan tudja a Google, hogy az hiteles vagy nem? Erről szól a tényellenőrzés. Ott ezen dolgoznak gépek és emberek közösen, és attól függ, hogy melyik régióban járunk, például mondjuk az amerikai régióban google.com-ot beírjuk, akkor még egy olyan csíkot is látunk, hogyha van egy riasztás, amit kiad mondjuk az amerikai kormányzat, akkor az ott külön megjelenik. Tehát próbálnak arról gondoskodni, mivel a legtöbb ember úgyis a Google-ben az első két oldalig jut, azon az első két oldalon ne legyenek például konspirációs teóriák, álhírek és olyan oldalak, amik egyébként sokat tesznek azért, hogy előre kerüljenek egy ilyen keresésben, de a Google visszarangsorolja őket egy ilyen helyzetben. De ezen kívül egyébként más is csinálok, mondok más példát. Ugye a YouTube-ról például tömegével kerülnek le naponta azok a videók, amik például olyan dolgokat próbálnak az embereknek elmagyarázni, hogy ne védekezzenek a vírus ellen. Vagy például, hogy ha betegek... Hát ez elnézés, butaság. Hát persze, hogy az. Csak az emberek, ha találnak egy érdekes tartalmat, egy érdekes kis képkockát, esetleg valamelyik ismerősük fölhívja a figyelmüket rá, akkor rákattinthatnak, tehát le kell venni. De mondok más példát. Az áruházakban például, az Amazon is és mások is levették azokat a hirdetéseket, amelyek, vagy azokat a tárgyakat, amelyek aránytalanul nagy árért kínálnak mondjuk védelmet. Például olyan szájmaszkot, ami tízszer annyiba kerül, mint a többi, vagy olyan gyógyszernek tűnő valamit, ami ugye nem létezik a mostani jelen pillanatban még nem létezik. Tehát ezeket próbálják hátrább sorolni, de tovább megyek. Amiben próbálnak minket megvédeni, mert oda is eljutunk, hogy mi mit tehetünk érte, hogy ne csapjanak be minket, de még ott tartunk, hogy hogy védenek meg minket. Például a nagyon érdekes, az alkalmazás áruházakból, például mind a Google, mind az Apple, mind mások, leszették azokat az alkalmazásokat, amelyek a vírussal kapcsolatos információkat adnak az embereknek, de nem hivatalos forrásból rakták őket föl. Tehát például nem kormányzat, nem egészségügyi szervezet rakta föl, hanem egy harmadik valaki írta. Ez olyan szintig eljutott, hogy például
Kínában a legnagyobb balhék elős közepén egy olyan alkalmazást vettek le például az ottani alkalmazás boltból, ugye, hogy mobiltelefonokon ne lehessen vele dolgozni, ami egy játék volt, és egy vírus kitörést szimulált tulajdonképpen, és azzal lehetett játszani. Nagyon népszerű volt, nagyon-nagyon sok millió felhasználója volt, de pont azért vették le a hatóságok, mert úgy ítélték meg, hogy valaki esetleg ez alapján rossz következtetésekre jut, veszélybe sodorja magát, annyira élethűnek tartja az információt. Egyébként ez a tisztalató rendszer, ez automatikusan működik a közösségi portálon? Részben igen, részben nem. Ugye amióta bevezettük ezeket a közösségi médiumokat, azóta az egész internet úgy néz ki, mint egy ilyen hatalmas nagy kocsma, ahol mindenki egyszerre beszél, és mindenkinek igaza van. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, amit most feltett, hiszen itt nyilvánvalóan gépeknek és embereknek együtt azon dolgozni, egy mesterséges intelligencia is van, hogy szűrje az információkat. Közösségi portálok mi alapján döntik el, hogy mi az, amit le kell venni? Van, mikor két nap, egy nap után, fél nap után leveszik, amikor az egyik politikus elküldi a másikat oda, ahova. Nyilván nem lehet csinálni. De most 5 napig fönn volt például az egyik portálon az, hogy valamelyik településen, nem mondom, meg itt Magyarországon, az egyik honfitársunk vírusírtó autófertőtlenítőst hirdetett. Napokon keresztül fönn volt a hálón. Ez nem tűnt föl senkinek, hogy le kéne onnan venni. De egy kicsit olyan double standard, kettős mércét. Vélnék, hangsúlyozom, lehet, hogy vélnék fölfedezni. Nagyon-nagyon nehéz vizeken evezünk, mert ha jobban belegondol az, hogy tulajdonképpen mi az álhír, meg mi a nem álhír, ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát ugye emberileg is nehéz sokszor eldönteni. Nyilván az, amit mondod, ez egy egyértelmű butaság. Ezeket egyébként... De megeszik az emberek. Ez ellen kéne valamit tenni. Na, hát az egyik, hogy egyrészt tesznek, viszont nyilvánvalóan hagynak is szabadságot azért, csak hogy mondjak egy példát, a Twitteren például, ahol nagy erőkkel küzdenek az ilyesmi ellen, ott nem olyan régen egy kínai politikus, aki egyébként nagyon komoly vélemény formál lőv és rengeteg követővel, elkezdett egy olyan konspirációs teóriát terjeszteni, hogy az amerikaiak hozták a vírust be októberben egyébként egy katonai játék, olimpiai játékszerűség keretében 280 atlétával, ami egyiket Wuhanban zajlott. Na most ezt azonnal kapcsoljuk is ki, mert ugye nem erről szól most ez a beszélgetés, csak azt szeretném jelezni, hogy ez a mai napig is ott van, ez az üzenet, hiszen azt mondja a szolgáltató, hogy véleményszabadság van, ha valaki el akarja mondani a véleményét, akkor mondja el. Na, de hogyha visszatérünk arra, hogy az emberek hogyan reagálnak erre, mert azt hiszem ez itt a lényeges. Ami mindenképpen fontos, hogy gondolkodjunk. Tehát kezdjük ezzel az egészet. Ne azonnal azt csináljuk, hogyha látunk valami érdekes, hangzatos dolgot, rákattintunk és benyaljuk. Ez ugyanaz a helyzet, mint a vírussal is. Ha meg tudjuk mosni a kezünket, akkor az agyunkat is mossuk meg, és ne nyaljuk be azonnal a dolgokat. A kettő. Én azt javaslom, hogy amikor cikkeket olvasunk, akkor olvassuk el, hogy miről szól a cikk. Ne a főcímből tájékozódjunk, ne az, hogy elolvassuk, és már értjük, hogy miről van szó, szóval nem értjük. Úgy kezdődik egy cikk, bocsánat, hogy döbbenetes tart az ember, jaj. Szörnyű, mindnek halunk. Tehát meg az van, hogy két hangja összeputott. Hát pontosan, egyrészt el kell olvasni. Most a tényellenőrzők, kérdezte, hogy hogy dolgoznak a tényellenőrzők, akikkel ma egyébként a Facebook és mások is aktívan dolgoznak. Ők úgy dolgoznak, hogy végigolvasnak egy cikket, és nem a cikket föntről lefelé olvassák, hanem körülött te olvasnak, ezt ők így hívják, ami azt jelenti, hogy megnézik, hogy mi veszi körbe a cikket, ugye, milyen egyéb dolgok vannak fönn, megnézik a szerzőt, hogy a szerző az kicsoda, mit tett már le az asztalra, megnézik a referenciákat, hogy mik találhatók a különböző ilyen kis linkek, hogy hova mutatnak, ugye azok hova küldik az embereket. De mondok egy másik trükköt, amit nagyon kevesen használnak. Van egy kép mondjuk. Fönn van egy kép az interneten arról, hogy maszkos emberek menekülnek egy városból, mondjuk egy ilyet. Érdemes rákattintani jobb gombbal a képre, bizonyos böngészőkben ezt meg lehet csinálni, és a Google-lel lehet keresni ezt a képet a Google-nek az adatbázisában, vagy akár vannak olyan kereső modulok, ahol többen is. És ott például kiderülhet az, hogy ez a kép, ez bizony 10 évvel ezelőtt készült, mit tudom én, Tokióban, a fölrobbant egy vegyi gyár, és azért menekülnek az emberek. Nem most készült. Tehát legyünk észnél ezeket tartsuk be, forrásokat próbáljuk meg ellenőrizni. Tehát tudatosan. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen.